Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, különleges idők és események előtt mérlegelni és tervezni szoktunk, majd amikor már mögöttünk vannak az események, kiértékelőt tartunk a tapasztalt élményekről. Egyben próbáljuk megfogalmazni azt is, hogy az átélt események és élmények hosszabb távon mit eredményeznek a mi életünkben. Most a karácsonyi ünnepkörre tekinthetünk vissza, amikor az események sokféle találkozások megtapasztalásában és átélésében szólítottak meg mindenkit. Ebből kifolyólag, mintha több hitet és emberséget érezhettünk környezetünkben, ami napjainkban sokszor már majdnem rendkívüliségnek számít. A fokozottabb egymásra figyelés a családi és a baráti körben, a nálunknál nehezebb sorsú emberekkel vállalt szolidaritás és annak annyi sok jele, a meghitt pillanatokra fordított idő és figyelem, nem kevésbé az Isten világa felé mutatott nyitottság és az ebből fakadó megilletődés a nekünk ajándékozott szeretet láttán, sok szép és kellemes pillanatot okozott számunkra, és elvezetett a szükséges lelki töltekezés forrásaihoz. Ezen összegzés után nekünk is fel kell tennünk egy olyan kérdést, ami a folytatásra vonatkozik. A sokféle karácsonyi élményből mit tudunk magunkkal vinni az előttünk álló hétköznapokba? Ilyen meggondolásból nagyon helyesnek találom azt, hogy a karácsonyi ünnepkört lezáró vasárnap egy olyan esemény ünneplésére hívott, amely nem csupán Jézus életének egy történetét eleveníti meg előttünk, az ő megkeresztelkedését a Jordán vizében keresztelő Szent János által, hanem eszünkbe juttatja keresztelésünket, és mindazt, amit a keresztség megalapozott a mi életünkben is. Keresztény hivatásunkról és keresztény küldetésünkről van itt szó, amely által állandósulhat életünkben a karácsonyi öröm és béke. Martin Buber, a vallástudományok szakértője, az egyik könyvében leírt hasszit történetben elmondja Baruch rabbi unokájának esetét. Az unoka bujócskát játszik az egyik barátjával. Elrejtőzik és várja, hogy barátja majd keresni fogja őt. Hosszasan várakozott, majd egy idő után kíváncsian előlépett, de szomorúan tapasztalta azt, hogy barátja eltűnt. Nem kereste őt. Erre nagyapjához fordult és elpanaszolta csalódását. A bölcs rabbi erre a következőket mondta. Ezt mondja az Úristen. Elrejtőztem, és senki sem akar engem keresni. Kedves testvéreim, nagyon tanulságos lehet számunkra is ez a történet, mert könnyen gondolhatjuk azt, hogy az ünnep után figyelmünket ismét a megszokott elfoglaltságok felé kell fordítanunk. Ahogyan mondani szoktuk, vissza kell állni a régi kerékvágásba. Vagy olyan elképzeléssel is találkozunk, miszerint elég volt már az ünneplésből, most már folytatni kell a komoly munkát is, hogy megfelelően helytálljunk, hogy céljainkat idejében elérjük, és hogy ne mulasszunk el semmit a céljainkhoz vezető lehetőségekből. Sokszor, mintha észre sem vesszük ezt a kettősséget, amelyet mi magunk állítunk fel, és amihez igazítjuk a mi életünket. A lelki tartalmat hordozó vonal az egyik, amely Isten világához és tervéhez vezet el minket, és amiből sokszor kiszáradtan merítjük életünkhöz a szükséges erőt.
másrészt pedig ott van az a vonal, amit mindennapoknak szoktunk nevezni, és ami igen leköt bennünket, mert itt keressük céljainkat és azoknak megvalósulását. Az említett történet arra figyelmeztet bennünket, hogy ezt a két irányt ne párhuzamosan lássuk, és ne így kezeljük a mi életünkben. Vegyük észre azt, hogy Isten nem azért testesült meg értünk és küldte el fiát a világba, hogy pár napig ünnepeljük őt, és azután újra átengedjük magunkat a hétköznapoknak. Ő azért jött el hozzánk, hogy velünk legyen, és mi ő vele. Hogy keressük őt, és megtaláljuk őt a mi életünkben. Ne fordítsunk hátat neki az ünnepek után sem, hanem hordozzuk őt a mi életünkben. Ne tompuljon el bennünk a karácsonyi öröm, hanem fokozódjon azáltal, hogy Isten jelenlétének örömében próbáljuk kiteljesíteni napjainkat, mindazt, amit gondolunk és teszünk saját magunk és környezetünk javára. Egy nem vallásos jellegű újságban egy cikk a karácsonyi készülődésről tárgyalt, annak értelmét és tartalmát vizsgálgatta. Az anyagnak a címe a következő volt: Istenből is valamit az embereknek. Mintha arra utalva, amit sokszor valóságként tapasztalunk meg. Istenből is valamit az én életemben. Egy pár napig, talán egy fontos esemény alkalmával, vagy éppen a szükséghelyzetben. Ennyi azonban nem elég ahhoz, hogy az Úr öröme és békéje átjárja életemet. Szükséges a személyes elköteleződés az Úr mellett. Ez pedig nem más, mint hogy a betlehemi jászol előtti hódolatom az Úrra való állandó figyelésben folytatódik és teljesül ki bennem. Ezért oly helyén való, hogy karácsony Betlehemétől a Jordán folyón keresztül, azaz megkeresztelésem felidézésével, annak elmélyítésével lépek tovább, hogy életemben dicsőséget hirdessek az Istennek, és békességet vigyek a jó akaratú emberekhez.